Télen sincs megállás a korosztályos labdarúgók számára, akiket a zord időjárás sem hátráltat a munkában. Az év elején hagyományosan teremtornákkal készítik fel a szakedzők a játékosokat a tavaszi szezon kezdetére. A legutóbbi hétvégén a Haladás VS-en 8 csapat részvételével rendezett felkészülési tornát. A zöld-fehér klub mellett egy-egy csapattal képviseltette magát a Lurkó, a Király Sport Egyesület, a Kőszeg, a Sárvár, az Ajka, a Nagykanizsa és a Gyirmót FC Győr U11-es gárdája. A résztvevőket 2-4 fős csoportra osztották a rendezők, majd a legjobbak a helyosztókon csaphattak össze az érmes helyek egyikéért. Valamennyi csapat, így a Lurkó is a játék örömére és a versenyeztetésre helyezte a hangsúlyt. Vargovics Zsolt tanítványai közül többen ezen a rendezvényen bizonyítottak először. Minél több gyereket szeretnénk bevonni a képzésünkben, nem csak szombathelyi, hanem megyei gyerekeket is. Mostan a tornán is csatlakoztak hozzánk megyébe játszó gyerekek, akik úgy érzem, hogy felvették a tornák a ritmusát, semmivel sincsenek lemaradva, természetesen az alapképzettségüket fejleszteni kell, de nincsenek lemaradva tőlünk. Úgy gondolom, hogy belőlük is bárkiből lehet labdadugó, hogyha ezt a szorgalmat, ezt az alázatot mellé tesz és a munkát. A kiváló hangulatú tornán potyogtak a gólok, ami a támadó szellemben fellépő csapatokat dicséri. Rengeteg szülő is elkísérte a gyerekeket, így szinte telt ház előtt rúgták a bőrt a főszereplők. A tornát a végig kiegyensúlyozott teljesítménnyel előrukkoló Király Sport Egyesület növendékei nyerték meg.